kívülről befele haladunk az étkezés során, ugye hidegelőétel, leves, kipulázás, hidegelőétel. A pincérmestervizsga egyik résztvevője magyarázza, hogyan terítette meg az asztalt a képzeletbeli galéria megnyitóra. A több mint 10 éve pincérként dolgozó Pusztai József azt mondta, a díszasztal megterítésében hasonló trendek uralkodnak, mint a gasztronómia más területein. Felszolgálóként nem csak azzal kell tisztában lennie, milyen poharat és milyen evőeszköz tegyen az asztalra, hanem azzal is, hogy a különböző ételallergiával együtt élőknek milyen ételeket ajánlhat. A mestervizsgát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szervezte olyan pincéreknek, akik több éve dolgoznak ezen a területen, ám ismereteiket bővíteni szerették volna, de a vizsgát egy a jövőben életbe lépő szabályozás is életre hívta. 2016. szeptemberétől a gyakorlati helyek csak úgy tudnak tanulókat fogadni, ha a képzést vezetők rendelkeznek mestervégzettséggel. A mestervizsga komplex, a felszolgálók valamennyi ismeretét számon kérik. Több feladatból tevődik össze a gyakorlati vizsga. Az első feladat egy díszasztalnak a megterítése, ezek itt mögöttem láthatóak is. A megfelelő témakört kihúzta mindenki, és annak alapján készítették el a díszterítéseket, menükártyát készítenek. A menükártyán nem csak magyar nyelvű szöveg kell, hogy szerepeljen, hanem angol nyelvű szöveg is, illetve angolul is kell tudniuk a mesterjelölteknek prezentálni, hogy mi is az az ételsor és mi az az italsor, amit a vendégeiknek kínálnak. Hogyha készen vannak a díszterítéssel, ezt követően az élő munka következik. Az élő munka az azt jelenti, hogy a vendéget kiszolgáljuk az asztalnál. A vizsgán élő munka, vagyis vendég előtti ételkészítés is szerepel. Az ennivalók mellett italokat is fel kell szolgálni a mesterjelölteknek. A cím megszerzése után a pincérek mesterré válnak, ami a felelősség mellett számos előnnyel is jár. Mestervizsgára azért jelentkeztem, hogy megmértessem magamat, fejlesztem a tudásomat, a szakmában belül pedig egy előrelépés jelent számomra, így ugye oktatás céljából is sokat jelent nekem, meg a tanulóim részére, hogy tudom őket tanítani, jobban felkészültebben kiküldeni őket az életbe. A 26 jelöltet vendéglátós szakemberek vizsgáztatták. A gyakorlati képzést Telepócki András, a Sipkai Barna középiskola szakoktatója végezte. Az elméleti felkészítésről dr. Kovács Mihályné gondoskodott. A vizsgabizottság tagjai Széles Klára, az Aventinus étterem vezetője, Varga Zoltán, a Lónyai Menyhért iskola igazgatóhelyettese, a vizsgabizottság elnöke pedig Tótné Medved Zsuzsa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gasztronómiai szövetség elnöke volt.